A szénmonoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égés termék visszaáramolhat a lakásba, illetve a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szénmonoxid a lakótérbe. A szénmonoxid mérgezéses esetek számával kapcsolatban az utóbbi időben egy csökkenő tendencia mutatkozik, ugyanis egyre több ember szerez be szénmonoxid érzékelőt mondta a -e televíziónknak Leskovics Zoltán. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szénmonoxid érzékelők beszerzése, felhelyezése és karbantartása csak egy része lehet annak a megelőzési folyamatnak, amelyel meg tudjuk átolni a szénmonoxid mérgezés bekövetkeztét. Magyarul figyelnünk kell arra, hogy a használt tüzelőfűtőberendezéseket, különösen a nyílt lángú tüzelőfűtőberendezéseknél felülvizsgálatokat szakemberrel mindig végeztessük el. A gázfogyasztó berendezéseket csak öt évente kell szakemberrel felülvizsgáltatni, mégis kifejezetten javasolt ezt gyakrabban, akár évente megismételni. Amennyiben a kémény járata bármilyen okból leszűkül, akkor a lángalégő berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő szémonoxid koncentrációja drasztikusan megemelkedik. A felülvizsgálatra kötelezett kéményeket minden esetben ellenőriztessük a megfelelő szakemberrel, és engedjük be otthonainkba a kéményseprőket, hívja fel a figyelmet a főfelügyelő. Amennyiben fokozott nyílászáróval rendelkező helyiségben van ez a tüzelő fűtőberendezés, minden esetben gondoskodjunk a megfelelő levegő utánpótlásról, és ezt követően jöhet majd a szénmonoxid érzékelő beszerelése és alkalmazása. Új tüzelőberendezések kiválasztása során célszerű a külső levegőt közvetlenül használó, zárt égésterű berendezéseket előterve helyezni. Ezek segítségével gyakorlatilag kizárhatjuk a szénmonoxid megjelenését. A szakember hozzátette, szénmonoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha segíteni akarunk a bajba jutottakon. A helyiségben még mindig kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk ki a bentartózkodókat, és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad levegőn helyezzük biztonságba a mérgezést szenvedett embereket, ájulás esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn belül kérjünk szakszerű segítséget az ismert segélyhívó számokon.